Illetve az érzelmek és a hit kapcsolata. Ha azt kérdezném, hogy fontosak-e az életben az érzelmek, mit mondanátok? Igen. Fontosak, ugye? Bár attól függ, hogy milyenek ezek az érzelmek. Tudnak bennünket az érzelmeink rossz irányba is vinni? Igen. Ugye a kellemes érzések általában kellemes gondolatokat adnak, a kellemetlenek pedig feszültséget keltenek bennünk. A probléma az, hogy olyan világban élünk, ahol általában több okunk van kellemetlen érzéseket gyűjteni, mint kellemeseket. Azt is feltehetném kérdésnek, hogy most a jelenben ki az, akiben inkább a kellemes érzések dominálnak? Mindenkiben? Biztos? Ki az, akiben inkább a kellemetlenek? Az se szégyen, azt is el lehet ismerni. Mert vannak olyan életszakaszok, amikor én azt gondolom, hogy tudom, hogy jól kéne magam érezni, meg tudom, hogy hát ott fönt süt a nap a felhők felett, de én csak a borongós, én csak a csöpögős, én csak a nyírkos rossz időt érzem belül is, és nehezebb átlendülnöm az érzéseimet, nehezebb hittel kapaszkodnom a Jóistenbe. De azért tartom fontosnak, hogy beszélgessünk erről a kérdésről, mert most idézek csak egy gondolatot Ellen White-tól, ő azt mondja, hogy mi köze az érzelmeknek a kötelesség teljesítéshez? Mi köze? Vannak kötelességeink, vannak helyzetek, vannak döntések az életben, amikor nem hagyatkozhatunk pusztán az érzelmeinkre. De az is biztos, hogy vannak olyan helyzetek, amikor hozok egy döntést, és a döntésem nyomán tudnak érzelmek kelni bennem. Nem tudom, ezt tapasztaltatok-e már, testvérek. És ezért tartom fontosnak azt is, hogy az életben vannak olyan helyzetek, amikor azt tud átsegíteni bennünket a nehézségeken, vagy azt tud bennünket megerősíteni valamiben, hogy hozok egy döntést. És mindannyian hoztunk az életünkben már komoly döntéseket is, olyanokat, amiket csak érzelmi alapon hoztunk meg, és olyanokat is, amiben ott volt a küzdelem, ott volt a harc. Most például a keresztségre készülök felé fordulok csak röviden. Volt-e abban a döntésben, amit meghoztatok, küzdelem és harc? Volt, ugye? És valószínűleg lesz is, így van, köszönöm szépen a gondolatot. És én azt gondolom, hogy ha viszont egy igazi döntés megszületik az életemben, akkor ez olyan ösztönző erőt tud adni, ami nagyon sok és nagyon, nagyon valóságos alapot adhat az életemben. Szokták mondani, hogy az életben két fontos döntés van. Két igazán fontos döntés, rengeteg fontos döntés van, de két igazán fontos. Az egyik az, amikor egy embertárs mellett döntök, hogy vele élem le az életemet, hogy ez a házasság döntése. A másik, még fontosabb az, amikor Istennel lépek szövetségre, és ezt is egy döntés előzi meg. Én azt gondolom, hogy nem maga a házasság kötés szertartása, vagy nem maga a keresztség szertartása a döntő ebben a helyzetben, bár az is nagyon fontos, hogy országvilág előtt a hitemről vallást teszek. Akár arról a hitről, hogy én ezzel az emberrel akarok élni, akár arról a hitről, hogy a megváltómmal szövetségre kívánok lépni. A döntés már előtte megszületik, ugye?
és ezt a döntést pecsételi meg az adott esemény. És én azt gondolom, az életben sokszor vagyunk úgy, hogy egy döntést újból és újból meg kell erősítenünk. De ha már van egy kimondott, van egy megpecsételt helyzet, akkor arra azt mondja a Biblia is, hogy amit a Földön megkötnek, az a mennyben is kötve van. Amit én komolyan gondolok, amit én kimondok, azt odafent is komolyan gondolják. És odafent is szentesítik. És én ideírtam sok ilyen döntést, ilyen apró döntéseket az életemben, amiknek súlya és amiknek mélysége volt. Ilyen volt, amikor a feleségem mellett döntöttem, ilyen volt, amikor a lelkészi pálya mellett döntöttem, ilyen volt, amikor az alkoholbetegek felé vezetett a jó Isten, ilyen volt, amikor elköltöztünk Nágocsra, Pécsről. És én azt figyeltem meg, hogy az életben nem feltétlenül a nagy tehetségű, nagy képességű emberek az igazi eszközök Isten kezében, hanem azok, akik mellette tudnak dönteni, akár szerényebb képességek mellett is, és Isten ezeket a képességeket megsokszorozza. És olyan áldást tudnak jelenteni az ilyen emberek, az Isten mellett döntő emberek a világban, ami óriás ajándék lehet mindenkinek. És én azt gondolom, hogy mivel az időnk halad, én egy konkrét példát hozok, ami nekem többször is visszajön az életemben, nagyon szeretem József történetét, és nagyon szeretem azt a szakaszt, amit Ellen White mond ezzel kapcsolatban, hogy amikor Józsefet a testvéri eladták rabszolgának, és a karaván vitte Egyiptom felé. Nem tudom, olvastátok ezt a szakaszt, amit Ellen White ír erről. Igen. Hogy ott azt írja Ellen White, hogy haladt el a karaván, és látta a saját otthonának a dombjait és a vidékét, és megremegett belül, hogy mi fog vele történni. Ott volt az a kegyetlen tett, amit elszenvedett a testvérei által, a megaláztatás. Ott volt az, hogy kétségbe esett, hogy mi fog vele történni, és azt írja Ellen White, hogy miközben a kétségbeesés kezdte elborítani, az Atyái Istenére gondolt. Arra, hogy az otthonában, ahol felnőtt, nap mint nap hallott az Isten szeretetéről. És ugye minden szürke és borús volt körülötte, de a hite túl tudott ezen nézni, és azt írja Ellen White, hogy József hitte, hogy Atyái Isten az ő Istene is, és akkor és ott teljesen átadta magát az Úrnak, és azért imádkozott, hogy Isten legyen vele a számüzetése földjén is. És azt írja Ellen White, hogy elhatározta, hogy teljes szívvel fogja szolgálni az Urat, a sorsának a próbáival bátran szembenéz, és minden feladatot becsületesen teljesít, és itt ülen nagyon fontos gondolat, ez a nap fordulópont volt József életében. Ez az iszonyú csapás az elkenyeztetett gyermeket férfivá alakította, meggondolt, bátor, magán uralkodni tudó férfivá. Egy nap. Ez arra nagyon jó példa nekem is, hogy egy meghozott döntés az óriási munkát tud elvégezni a szívembe. József döntött Isten mellett egy tragédia hatására. Itt nem tragédia hatására döntünk, hanem az Isten szeretete késztet mindannyiunkat, és hozunk mellette egy döntést. És ahogy József életében ez a döntés fordulópont volt, hiszem, hogy mindannyiunk életében, a tiétekben is az lesz, és a miénkében is, akik szemlélhetjük ezt. Hisz nincs nagyobb öröm, mint amikor valaki szövetségre lép az ő megváltójával. Ez öröm a mennyben, és öröm a földön. A gyülekezetnek a legjobb, legnagyobb ünnepe ez, és örülök, hogy erre az ünnepre készülhetünk, és egy hét múlva Balatonlellén együtt lehetünk a tanúi annak, hogy ti szövetséget köttök a ti megváltótokkal. És a hátlévő pár percben ugye szeretnék visszatérni arra, hogy a döntés is az érzelmek kapcsolata. Mert a döntés az hoz érzelmeket, az érzelme alapú döntések nem mindig jók. És én azt gondolom, hogy az Isten melletti döntés egy olyan döntés, aminek óriási jelentősége van az életemre nézve. És én azt gondolom, hogy az segít, vagy az lehet a legfontosabb ér az Isten melletti döntésben, hogy ő már meghozta velünk kapcsolatban a legkomolyabb döntéseket. És hogyha én számba veszem, hogy Isten milyen döntéseket hozott mellettem és értem, akkor nekem is könnyebb döntenem ő mellette. Milyen döntéseket hozott Isten értem, testvérek? Milyen döntéseket hozott értem? A legkomolyabb döntését
Így ír le Pál apostol. Az Isten pedig a hozzám való szerelmét, most direkt mondom egyes szem első szemében, Isten pedig a hozzám való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnös voltam, Krisztus értem meghalt. Kellett Istennek döntést hoznia? Kellett Krisztusnak döntést hoznia? Ez a döntés hozott érzelmeket is az életébe? Nehéz érzéseket? Mondott olyat, hogy melyigen szorongattatom, amíg kiiszom azt a poharat? Mondott, ugye? De ez a döntése annyira szilárd volt Krisztusnak, értem is, értett testvérem, hogy nem az érzelmei győztek, a félelmei győztek, a fájdalma győzött, hanem mi győzött? A szeretete. A szeretete győzött. És egy szeretetből meghozott döntés az olyan súlyos, hogy a halál is elveszik mellette. És azt gondolom, hogy Isten szeretete, Isten döntése abban látszik, hogy meddig ment el értünk. És erre a döntésre, Isten döntésére, ami válasz döntésünk lehet az, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, ha te így szerettél engem, hogyha ideig elmentél értem, akkor én is döntök, és én is válaszolok erre a hívásra, és ha te hívsz engem, és küzdesz értem, akkor én szeretnék veled együtt járni a jövőben. És én azt gondolom, hogy sok minden lehet, ami elválaszt bennünket Istentől, de ez nem rajta múlik. És én azt kívánom, és akkor ezzel zárnám ezt a rövid gondolatmenetet, hogy akik már egyszer döntöttünk, tudjunk újra dönteni. Mert a döntésünket újból és újból meg lehet erősíteni jó Istenben, akik pedig a döntés előtt állnak, azok bátorodjanak, és örüljenek annak, hogy együtt ünnepelhetünk egy hét múlva, de már a mai napon is. És azt kívánom teljes szívemből, hogy valódi fordulópont lehessen az életetekben ez a döntés,